A himnusz közös eléneklésével kezdődött péntek délelőtt a Magyar Gazdatársadalom tüntetése Záhonynál. Az ország valamennyi pontjáról érkeztek demonstrálók a magyar-ukrán határhoz. A helyszínen több mint egy kilométeres hosszúságban álltak a traktorok, összesen pedig több mint 1000-en jelentek meg az eseményen. A tüntetést az Európai Unió előkészítés alatt álló tervezete indokolta, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítanák az ellenőrizetlen ukrán gabona és egyéb termékek behozatalát az uniós országokba. Tavaly elsőként szintén Záhonynál Magyarország szólalt fel az akkori állapot ellen, az elmúlt hetekben több nyugat-európai ország is csatlakozott a tiltakozáshoz. Mi már a szeptember 17-i megmozdulásunkat is kissé későinek éreztük a nehézségeink megoldása tekintetében. De Európa többi részén még csak most érte el a gazdatársak tűrőképességét, a problémák nagyságot. Mi most támogatólag csatlakozunk a kezdeményezésükhöz, bár tőlük nem kaptuk meg feltétlenül ugyanezt a támogatást, amikor a nyugati médiában az is elhangzott, hogy Magyarország ellen kereskedelmi korlátozást kellene bevezetni. Nem hallottuk, hogy bármely tagország gazdái szót emeltek volna mellettünk. Az uniós szabályozáson kívül eső ukrán gabonának és egyéb alapanyagoknak már meg is volt az első természetellenes következménye a Beregi térségben, mondta el Tilki Attila, kormánypárti országgyűlési képviselő. Mi szembesülünk itt a határ mellett leghamarabb azzal, hogy szembesültünk azzal, hogy a szennyezett toxinnal szennyezett ukrán gabona következtében az őzek parókát növesztettek. Olyan természetellenes koronát, ami ennek következtében nőtt. És nem értjük, én se értem, mezei emberként, nem gazdálkodóként, hogyha arról beszélünk, hogy reformkonyha, egészséges táplálkozás, teljes kiörlés, hogy engedheti meg az Unió azt, hogy Ukrajnából mindenféle, harmadik országból mindenféle ellenőrizhetetlen minőségű áru kerül be. Nekünk a magyar föld, a magyar gazdák a legfontosabbak. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, abszurdum, hogy az Európai Unió korlátozás nélkül hagyná forgalmazni az ismeretlen eredetű, génmanipulált ukrán gabonát. Én nem tudom, hogy itt ezek a brüsszeli hölgyek és urak miért gondolják azt, hogy ezzel a rendkívül szennyező formában előállított élelmiszerrel, ami egyébként nagy részben GMO-s, jobban járnak. Ezt akarják valóban a családjaiknak az asztalára tenni? Engem nem zavar, hogy nekik ez a perverziójuk, egészségükre egyik, ha nekik ez kell, de nehogy már nekünk is erre kelljen, hogy rákényszerüljünk. Azt gondoljuk, hogy ezt mi nem akarjuk. Ezt meg ők meggondolják, hogy mi szótlanul fogjuk nézni, ahogy a mészárszékre küldik szinte az egész európai vidéket, és benne a magyar is. Brüsszel, ez lesz a sorsunk, ez olvasható a tüntetésen bemutatott koporsón. Jakab István, a főszervező Magosz elnöke arról beszélt, nem hagyják, hogy ellehetetlenítsék a magyar gazdákat, és hogy egészségtelen ételek kerüljenek a magyar családok asztalára. Semmi más nem akarunk, és ebben egységesek vagyunk ma már lassan minden érdekképviselettel Európában, hogy az a feltétel, az az előírás, amit nekünk itthon be kell tartani, az vonatkozzon minden olyan országra, ahonnan ide terméket, élelmiszer, vagy kész élelmiszer terméket, alapanyagot hoznak be. Az vonatkozzon. Igen, reciprocitás, mondják a művel brüsszeliek. Hát igen, azonos feltételeket akarunk. Ezt akarja a reciprocitás. Ezt kell nekünk megoldani, ezt kell minden körülmények között. A tüntetés több mint 1000 résztvevője a beszédeket követően közvetlenül a határ átkelőhöz vonult, tiltakozva az Európai Unió tervezete ellen. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint egyébként 2024. júniusában jár le az ukrán exportra kivetett import vámok felfüggesztése.